Növekvő építési kedv, emelkedő lakásárak, pörög az ingatlanpiac, 37%-kal több ingatlant vettek használatba Szabolcs-Szatmár-Bereg megyében tavaly, mint az előző években. Az ingatlan eladással foglalkozó cégek száma is gyarapodott, érdemes körülnézni az értékesítők között. Korábban kínálati piacról beszéltek az ingatlanosok, jelenleg már keresleti piacról beszélnek az irodák Nyíregyházán is, mert hogy az előző két évhez képest 15-20%-kal több lakást cserélt gazdát, vagy új lakást adtak el a megyeszékhelyen. A legtöbb tulajdonos ingatlan közvetítő iroda segítségével adja el lakását, nem pedig saját maga hirdeti, ingatlanossal igyekszik megtalálni a számára ideális vevőt. A számottevően 2016-tól felgyorsult lakáspiaci élénkülés hatására megnövekedett az ingatlan közvetítéssel foglalkozó hazai vállalkozások száma is. A szektorban nagyobb az árbevétel, jövedelmező ingatlan értékesítéssel foglalkozni. Nyíregyházán is bőven van lehetőség válogatni az ingatlan közvetítők között, közel 40 iroda működik csak a megyeszékhelyen. Az irodák bővülnek, hiszen most pörög az ingatlan piac, és szükség van munkatársakra is, de csak a profi közvetítőkkel érdemes ügyletelni. Sokat tisztult a hazai ingatlan szakma, de még mindig lehet találkozni olyan ügynökségekkel, ahol vitatható módszerekkel próbálják forgalmukat növelni. Mennyi az eladások után származó jutalék? Mindig a legolcsóbb ingatlanost kell választani? Mit jelent a limitár? Csak néhány kérdés, amire szerződéskötés előtt illik megkapnia a választ az eladónak, de sok kérdés merül fel vevői oldalon is. Súlyos károkat okozhatnak az iparágnak a szakképesítés és hozzáértés nélkül dolgozó ügynökök, ezért az ingatlan közvetítő tevékenységet etikai kódex is szabályozza. Vendégem a stúdióban Csisztó Csilla. Jó estét kívánok! Nagyon bonyolult ez a kérdés, hiszen az jó hír mindenképpen az ingatlanos szakma számára, hogy pörög a piac, és egyre több a tranzakció, az adásvétel, és hogy munkatársakra szükség van ehhez a munkához, viszont nagyon meg kell figyelni azt, hogy csak szakképzett munkaerő kerüljön be az irodákba. Ez a 40, ami itt elhangzott, hogy a megyeszékhelyen körülbelül 40 iroda van, ez túl soknak tűnhet. Az? Jó estét kívánok, köszönöm a meghívást. Igen, én nem gondolom, tehát nincs 40. Nincs 40, az én tudásom szerint nincsen. Sokkal több van, mint 2-3 évvel ezelőtt, úgy látjuk, de 40 nincsen. Lehet, hogy 40 regisztrált ingatlan közvetítő szerepel a hatóságoknál, de 40 iroda biztos, hogy nem. Biztos, ezek hogy nem. Lehetnek egyébként nagyon pici vállalkozások, igen, és 2-3 főből álló, igen, vállalkozások? Vagy akár magánszemély is lehet, tehát egyéni vállalkozó egy személyben. Ugyanis hát addig még az Egyesült Államokban, meg Nyugat-Európában nagyon ritkaság számban megy, hogy valaki önmagától adja el az ingatlanát, lakását, házát, földjét. Addig Magyarországon azért sokkal kevesebb az az ingatlan, amit ingatlanosok adnak el, mint Nyugat-Európához képest. Bár javulni látszik a helyzet, tehát egyre jobb az ingatlanos szakma megítélése, és évről évre tapasztaljuk azt, hogy egyre nagyobb a felénk áradó bizalom. Egyre több ingatlan bíznak ránk, egyre több az ügyfelünk, egyre több tranzakciónk van ennek. Személy szerint én is, meg mindenki nagyon örül, szerintem, aki ebbe dolgozik. A piacon látják azt, hogy szükség van akkor több munkatársra, mint korábban, ez nyilvánvaló, hogyha több a munka. Milyen szakképzettséggel lehet ingatlan értékesítést végezni, tevékenységet végezni? Hát a jogszabály szerint ingatlan közvetítői tevékenységet az folytathat, aki rendelkezik a felügyeleti hatóság engedélyével. Itt a jegyző adja ki Nyíregyházán ezt az engedélyt. Ahhoz, hogy ezt az engedélyt kiadják, ahhoz okáé és szakvizsgát kell tenni, és megfelelni egyéb ilyen törvényben szabályozott feltételeknek, itt az erkölcsi, mi az erkölcsi bizonyítvány, igen, műtleten előérett, ugye adótisztaság, érettségi, stb. És hogyha ez megvan, akkor az úgynevezett névjegyzékbe be kell kerülni, és aki ebben a névjegyzékben benne van, az megkapta ugye ezt az engedélyt, igazából az folytathat ilyen tevékenységet. És azt jó lenne, hogyha csak azok folytathatnának, mert jelen pillanatban ez eléggé nem így van. Mit tapasztalnak?
Mi az, amit látnak a piacon? Vagy akkor inkább azt kérdezem, nem a rosszat, hanem a jó oldalát először, hogy milyen egy szakszerű és jogilag és minden szempontból tiszta ingatlan értékesítői tevékenység. Akár ha eladó vagyok, akár ha vevő vagyok, akkor hogyan tudom én ezt megállapítani, leszűrni? Hát mindenképpen ugye meg kell különböztetni, tehát itt az ingatlanos szakmában vannak ugye ez a nagy irodák, az országos hálózattal rendelkező nagy irodák, nem tudom, hogy lehet itt nevesíteni. Hát ha nem is nevesítjük, igen, de igen, szerintem de mindenki tudja, a igen, nézők, igen, nagy franchise irodák. Én ugye a Dunahouse-tól jöttem, tehát azt ugye gondolom, ugye így volt felkonferálva, de van még egy nagy országos háló, akit nagyon komoly szakmai, infrastruktúrális háttérrel rendelkezik, ugye évek óta bizonyított a piacon, nem véletlenül növekszik ugye az irodáinak száma, konkrétan a Dunahouse-nak 130 irodája van az országban, a másik nagy hálónak is közel ennyi, ha nem több, ugye Budapesten nekik több. Tehát mindenféleképpen ezek az első kategória, ami ugye a megbízhatóságot ami megbízhatóságot ad. Aztán vannak a nagyobb városokban a helyi kisebb irodák, azok kevesebb fővel ugye kisebb ingatlan állománnyal rendelkeznek, és hát sajnos vannak mi a szakmában csak úgy hívjuk őket, hogy mezitlábasok, akiknek semmiféle képesítésük nincsen, nem is ellenőrzik őket, hanem halásznak a zavarosban. Sokszor hát a rossz hírünket ugye keltik, és sok probléma van az ilyen mezitlábasokkal, igen, vállalkozókkal, igen. Mi az, ami a tevékenységre vonza, vagy a pályára vonza, akkor inkább kérdezem így, vagy a szakmába vonza az embereket elsősorban? Hát ugye úgy 2 éve nagyon átrendeződött, megélénkült itt az ingatlanpiac, nem csak Nyíregyházán, hanem ugye hogy az egész országban, és ugye többen úgy érezték, hogy ugye ez egy olyan tevékenység, egy olyan szakma, egy olyan vállalkozás, amit ugye kötetlen munkaidőbe tudnak végezni, és viszonylag gyorsan, magas hozammal. Sokan próbálkoznak mai napig is, de aztán ugye rá kell, hogy jöjjenek 1-2 hónap próbálkozás után, hogy azért ez sem fenékig tejfelsőt, míg kolbászban sincsen a kerítés, rengeteg munka, nagyon sok tanulás, állandó ugye felkészüléshez jár, továbbképzéssel, mert itt ugyanúgy tisztában kell lenni a jogi dolgokkal, a pénzügyi dolgokkal, de műszaki ismereteknek is kell lenni ahhoz, hogy ugye hitelesen tudjuk képviselni akár az vevőt, vagy akár az eladót. Tehát, és a sikerek azok meg nem biztos, hogy jönnek. Tehát ez olyan, hogy valamikor ugye jönnek, valamikor meg semmi. Tehát igencsak bizonytalan ez a szakma, viszont nagyon szép, kitartást igénylő. Aki viszont ebbe bedolgozza magát, meg egy hiteles, jó nevű közvetítő tud lenni, az szerintem boldog ebben a vállalkozásban. Sikeresen tud működni. Ezt akartam is kérdezni, hogy nagyon sok mindenhez kell érteni, tehát itt nem csak értékesíteni kell tudni, hanem ismerni kell az értékesítéssel járó jogszabályokat, az adásvételi jogszabályokat, a hitelezésnek a szabályait, naprakész információkkal bírni a banki pénzintézeti hitelezésben is, ahogyan említette, tehát több mindenre nyitottnak kell lenni, és tanulni kell folyamatosan, mindemellett érteni kell hozzá. Megfordul az ember fejében néhány olyan kérdés, ami mondjuk egy adásvétel során szóba jöhet. Tehát ugye ezek az ingatlan értékesítő irodák, vagy maguk az ingatlan értékesítők is jutalékos rendszerben dolgoznak. Mi lehet a legmagasabb jutalék, vagy van-e erre szabályozás, vagy mit jelent a limitár? Ugye itt a bevezető kis anyagban is föltettem néhány kérdést. Én csak azt tudom mondani, ami a mi franchise-unkban
szabályos, tehát nálunk ez le van szabályozva. Minden városban, ugye Budapest egy kivétel, de a Dunahoz összes irodájában egyforma jutalékat kell dolgozni, legyen akár Gyöngyös, legyen akár Sopron, vagy akár Nyíregyháza. Tehát itt kőbevésett meghatározott jutalékok vannak, ettől nagyon ritka esetben tudunk eltérni. Vannak egyedi megállapodások, nem azt mondom, mert hogyha 150 milliós ingatlanról beszélünk, ott azért nem számoljuk rá azt a jutalékot, amit hivatalosan számolni kell, ott azért meg szoktunk állapodni az eladóval, hogy mi az, amit ugye kifizetnek sikerdíjként, hogyha sikerül értékesíteni az ingatlan. Az, hogy a többi iroda, kisebb irodák mennyivel dolgoznak, mi is hallunk mindenfélét, hallunk olyat is, hogy a vevőtől is kérnek pénzt, az eladótól is kérnek pénzt, és akkor így jön ki az a magasabb jutalék, amit ugye mi csak az eladótól szedünk be. Nem tudom, hogy mennyire jó ez, sőt, ugye az ügyvédi munkadíjból is ugye profitálnak, nálunk szabad ügyvéd választás van, tehát mindenhol máshogy működik. Nálunk szigorú szabályok vannak, nekünk ehhez kell tartani magunkat, de a másik nagy franchise-nál is ugyanez a helyzet. Tehát itt nincs eltérés. Mikor kell kifizetni a jutalékot? Jutalékot? Akkor kell kifizetni mindaddig semmit, amikor értékesítettük az ingatlant, mi úgy szoktuk a szerződésben azt szerepel, hogy az első vételár rész kifizetésekor illeti meg az irodát ugye a jutalék a sikerdíj az eladás után. Csisztú Csilla, köszönjük szépen, ennyi idő jutott most erre a témára. Én úgy gondolom, hogy érdemes körülnézni tehát, és megnézni, hogy melyik iroda, hogyan, miként, és milyen régen, milyen hírnévvel működik. Köszönöm szépen még egyszer. Én köszönöm a meghívást.